Nekem az lenne a kérdésem, hogy Szuni mondtad, hogy amikor gyakorlunk, és elkezdünk megtapasztalni egy tisztább tudatot, és erre elkezdünk egy önképet legyártani, és ahogy vastagodik ez a fal, már a spirituális tudásnak a birtokában bezárjuk magunkat az önképbe. És hogy ezt el kell kerülni, de ezt hogy kerüljük el? Szerintem ebben a mostani érában ez nem kerülhető el, csak észrevehető, és ki lehet belőle lépni. Tehát ha te azt tudod magadról, hogy én egy zen gyakorló vagyok, akkor ez meggátol abban, hogy egy rosszabb napon te bemenj a dharma terembe. Mert egy zen gyakorló azt tudja, hogy ő kicsoda, tudja, hogy ő mit gyakorol, tudja, és nem az, hogy csak tedd. Akárkinek gondolod magad, akármilyen napod van, bemész a dharmaterembe, és kész. Miért? Csak. Ez a csak, ez ismerős, ugye? Tehát az önkép az még tanítványként is akadály, de tanítóként a legnagyobb akadály. Tehát Mangong Zen mestert, Sung San Zen mester nagy tanítóját megkérdezték nagyon sok mindenre. Amikor ő saját magáról kérdezték, hogy milyen évtizedeken keresztül szerzetesnek lenni, milyen az, amikor nagy szerzetes valaki. És erre Mangong Zen azt mondta, én nem vagyok szerzetes. Én nem vagyok nagy szerzetes. És tehát minden önkép, amit magadra teszel, előbb-utóbb gát lesz, mert tólig, náma rúpa, valamitől valameddig érvényes. Csak most legyél szíves ébernek lenni, tök mindegy, minek hívod magad. És inkább ne hívd magad semminek, úgyis ott van a személyedben, amit tudni kell rólad. Egyéb miért kell? Minek? És ekkor tudsz segíteni másokon. Ekkor tudsz szembenézni helyzetekkel. Ekkor tudsz úgy látni, hogy az egyik kifutás, harmónia, másik kifutás, diszharmónia egyaránt megjelenik, és helyesen döntesz. Mert te nem zen gyakorló vagy, te egy ember vagy. És az ember kép is változik, nézd meg a nagyon fiatalokat, gyermekember, felnőtt ember, és a látó, amelyben már nincs ember. A látó szépen benne van az emberben, de a látóban nincs ember. Oké? Okay? Egy gondolatot hozzátennék, erősítve Szunimot, mindig mondja, hogy ebben a világban, itt a nyugati világban, ez nagyon jól teszi meg. Gondolj bele, egy napodat gondold végig, hogy reggel fölébredsz, ki vagy te reggel? Álmos vagyok. Felkelsz, feleség vagyok. De bocsánat, először egy csinos nő vagyok. Kimegyek a WC-re, mert most egy pisilő vagyok. Iszom egy pohár vizet, most ivó vagyok. Megcsinálom a, nem tudom én, reggeli italt, most feleség vagyok. Oda megyek a gyerekeimhez, most anya vagyok. Beülök az autóba, nyomom a gázt, leordítom mindenkinek a fejét az utcán, most autóvezető vagyok. Bemegyek a munkahelyemre, hagyd ne folytassam. Ki tudja, hogy mit jelent ez a szó, hogy görög szó, hogy persona? Szerep személyiség. Állarc. Gyönyörű a görög. Persona, állarc. És semmi más nem csinálsz 24 órán keresztül, egyesével, mint a Fantomas film, amit ti nem láttatok, mert ezelőtt 40 évvel, ki az, aki látta a Fantomat? Bukás. Mindig, mikor már lerántotta, és azt hitted, hogy a végső alak, akkor kiderült, hogy az is állarc volt. Igen. Na, most így vagyunk. Most az ősi Indiában, Kata, figyelj ide, mert veled beszélek, az ősi Indiában bemagoltatták a gyerekkel azt, hogy semmelyik változó formával ne azonosítsa magát, hanem azt mondja, azt kellett neki mondani, be kellett magolni,
Aham Brahmasmi. Ez körülbelül a buddhista közegben azt jelenti, hogy buddha vagyok, tiszta tudat vagyok, felébredett vagyok. Körülbelül ezt jelenti. Jó, csak elemzem magamban, mint mindent. Aham Brahmasmi, tehát én a legtisztább formán vagyok, azaz a bocsánat, formán túli vagyok, és nem azonosítom egyetlen múlandó formámmal sem magamat. És amíg ez a múlandó formával való azonosulás ott van bennünk, addig 100%-ig igaza van Sunimnak, hogy ebből kibújni csak egy másik formába lehet nagyon sokáig, és akkor eddig pilóta vagyok. Oké. Most jogaoktató vagyok. Oké. Egyik formából a másikba. Ennek csak akkor van előremutató értelme, ha megint a létre mentél egy finomabb szintre. Pontosan. Bocsánat. Igen, így van, gyógycsán. Akartam ezt. Ennek az útnak melyik pontján kell nagyot hibázni ahhoz, hogy egy másik életben, következő életben valaki szellemi fogyatékosként szülessen újra. Honnan tudod, hogy már most nem az vagyok? Az a helyzet, hogy van külön egy ilyen tan, Swami Vishnudevananda írta le, hogy tételesen fel van sorolva, hogy milyen óriási bűnt kell valakinek elkövetnie ahhoz, hogy ezek az állapotok létrejöjjenek, amit most nem szaladok haza és nem hozom el, de fel van sorolva, hogy bizonyos súlyos betegségeknek előző életben milyen viselkedés forma felel meg, és még ez a nagyon kritikus kérdés is, hogy leszel-e giliszta vagy szúnyog a következő életben a brutalitásod miatt, vagy például egész életedben kutyát barúgsz bele, kutyákat kínzol, stb. Óhatatlanul egy kutya él 17 évig körülbelül, vagy 20-ig is elél. Éljen egy kutya el 25 évig, akkor is, ha ekkora brutalitás, ember alatti viselkedés jelenik meg nálad, akkor óhatatlanul úgy kell megszületned, hogy végigéljed azt kutyaként, amit veled csináltak. Mert különben a karma törvénye az nem karma törvénye. A karma törvénye az az ok-okozat törvénye, és ha én soha nem tapasztalom meg azt a szenvedést, amit másnak okozok, képtelen vagyok tovább fejlődni. Erről nagyon keveset beszélünk, mindenki így szokott beszélni, hogy itt van az első csakra, len, utána Muladhara, Svadhisthana, és így megyünk szépen fölfelé, amit nem fogok most felsorolni, illetve a felső csakrák. Senki nem beszél a Muladhara alatti 7 csakráról, ahol emberek olyan brutális viselkedés formákat vesznek föl, amiben örömüket lelik, hogy más lényeket kínozzanak, és ennek megvan a másik oldalon a karmája, hogy neki ugyanezeket végig kell a következő létébe élni. Tehát valami torzat kell csinálni ahhoz, hogy ezt visszakapjad. Egy ugyanezt gondolva, és kicsit azért át is élve, hogy ha okozol valamit másnak, akkor az együttérzés és bölcsesség, nem dualitás, akkor lesz teljes, amikor ezt te is átéled. Tehát ezt én is érzem, sőt élem, amikor saját karmámat fizetem vissza. Amikor ledolgozom. Amikor meglátom azt, hogy életeken keresztül mit csináltam,
és hogy most mire van szüksége ahhoz, hogy fejlődjek, és ekkora a környezet számára néha érthetetlen módon bevállalok helyzeteket, kapcsolatokat, teendőket, mert úgy érzem, hogy erre van szükség. Az, hogy nekem tetszik, az már rég nem téma. Nem tetszik, az se téma. Mi az, ami előre visz? Mi az, ami fölfelé visz a létrán? Ezt kell tenni. És mindig az van, hogy nézd meg a karma négy osztályát, az egyéni, a páros, a család és a csoportos karmát, hol van legfejletlenebb, hol van a személyiségben a legnagyobb hiba, és azt kell fejleszteni. Tehát például, hogy ezt a négyet így oszlopszerűen egymás mellé teszed egy tárcára, ha valakinek az egyéni és a csoport karmája fantasztikus, akkor egy közösségbe bármikor be tud illeszkedni. Ez a tipikus szanga karma, tehát bármit meg tud csinálni. De ha a szangának a szabályait nem követi, akkor onnan őt a rendszer kiveti. Nem valaki vagy valakik, szangából nem szokás kiutálni senkit. Hanem a rendszer veti ki, mert az ő viselkedése nem követi a szangának az írott és íratlan törvényeit. Akkor beleesik abba, hogy a páros és családi karmája, a fejletlen, mihet súlyt teszel rá, törik. Azon nyomban, mert az a legfejletlenebb ott, nincs erő, nincs látás, nincs vastagság. És akkor azt kell fejleszteni, hogy a személyiség integrációja meglegyen. Kérdésed elejére visszaugorva, nekem voltak olyan barátaim, ahol sajnos a családban szellemi fogyatékos volt. A család orvos család volt. És a legdurvább felismerés az volt, hogy miután már mindenhova hordták a Pető Intézettől kezdve, tényleg a legjobb helyekre, tudták, hogy hova kell vinni. És az öccse volt a barátom, és ugye az kiderült, hogy a fejlesztések során a konduktorok elmondják, hogy melyik fogyatékos mennyit fejlődött, és a barátomnak a bátyjára mondták azt, hogy nem fejlődik. Évek alatt egy fix állapotban van, és egy pszichológus felismert, hogy egyszerűen azért, mert nem akar. Tehát nem akar, ragaszkodik ez az állapothoz. És akkor megkérdeztem a barátomat, hogy emlékeztek, hogy ez hogy indult? És azt mondta, hogy igen, a bátyám egy aranyi fiú volt egészen első általánosig, ahol a stresszre ő kezdett ilyen kis ideges remegésekkel válaszolni, nagy túlérzékeny volt, és ezzel egy picit magára vonni a figyelmet, és kilépni az adott konfliktusból, stressz helyzetből. És ezek a kis remegések, ingások, ezek epilepsziává váltak két év alatt. Az epileptikus rohamok kommunikációképtelenséghez vezettek, utána az elme visszavonta az érzékszervek helyes üzemeltetését, nem maradt szóba tiszta. És én 20x évesen találkoztam vele, amikor már ő több mint 20x éves volt, és azt mondták, hogy az állapota visszafordíthatatlan. Most minden, amit te első 7 évedben tapasztalsz, az nagyon erősen kódolt előző életbeli karmát. Akkor kezded el a visszafizetést, mert nem tudod kontrollálni. És amikor ezt így végig mondta nekem a barátom, akkor én még úgy nem gyakoroltam zent, ezt eltettem a szekrénybe, és utána elkezdtem teljesen más okból meditációval foglalkozni. És ami a közös nevező abban, amit hallottál Omkárától, és amit a mostani sztoriban erről a szerencsétlen emberről mondtam, az az a mondat, amikor a látástól megijedsz. A látásról való lemondás, a látás félelmetessége, az a tükörnek a korlátozása, hogy nem merem használni a tükrömet, mert félek, hogy mit látok benne. A szellememet fogyasztom, a tükör felületét csökkentem, annak az erősségét nem vagyok hajlandó gyarapítani, és az érzékenységem közepére teszek egy sérülékenyént, és az az én, a sérülni is fog, mert sérülékeny. És itt, és nagyon sokféle okból lehetséges ez, de amit tényleg láttam, és így a barátságunk során az ő bátyján keresztül végigéltem, az az a szomorú folyamat, amikor valaki nem akar látni. Ebben a tükörben nem akarja látni a világot, magát, és nem akarja az életnek a konfliktusait, vagy a stressz helyzeteit fölvállalni. Erre van gyógyír,
Csak ahhoz nagyon sokáig el kell vonulni, le kell tisztulni, meg kell erősödni, és a többit. Ezt lehet. De aki eldobja a lasztit, az elveszti a meccset. Tehát ne dobd el a labdát, merj látni, és ne fogyaszd a saját szellemedet, mert hogyha fogyasztod a saját szellemedet, és csökkented a tükörfelületet, akkor fogyatékos leszel. Miért mondom ezt? Minden együttérzésem a fogyatékkal élők felé, és ez nem őket minősíti, amit most mondok, ez figyelmeztetés az éber tudattal élők számára, hogy ne add föl. Ne add föl a látást, ne add föl a szembenézést, és ne add föl azt, hogy a konfliktusok sorozata az az élet. És hogyha a konfliktusok helyes irányba mennek, és jól oldódnak meg, akkor egyre több idő telik el két konfliktus között, mondjuk boldogan, örömben. De aki nem vállalja fel a konfliktust, az nem vállalja fel az életet sem. És aki nem vállalja fel a látást, az szellemileg egyre fogy. Egyre kisebb lesz, gyengébb lesz, szűkebb lesz, és kifejlődnek azok a kényszerű mentális reakciók, ami az elme tartós deformálását eredményezheti. Egy mondatot hagyd tegyek ehhez hozzá. Van egy könyv egy izraeli természetgyógyászról, aki mozgássérült embereket hozott föl, teljesen fantasztikus módszere van, egészen az újra 100%-ig egészséges emberi állapotig, és megtapasztalta azt, hogy valakinek visszaadta az egészségét, erősítem ezzel, amit a Sunim mondott, és az illető ráébredt arra, hogy az összes kedvezmény, ami idáig a társadalomból jött, hogy ő neki prioritása van, a légitársaság viszi, mindenütt neki kedvezménye van, ez abba a pillanatban el fog veszni, és tömegcikké, azaz a mi szintünkre lejön, mert vége van a kiváltságoknak. És visszaesett, visszanövesztette a betegségét, és folytatta betegen, mert nem óhajtotta ellen, nem akar teljes lenni. Így tartozik össze a szabadság és a felelősség. Eldobod az egyiket, elvész a másik is. És ne döbbenjél meg. Most mindenki ottan, Úristen, mi lesz velem? Sem, eddig folytattad a karmádat, ezután is ez lesz. Most ne gondoljál magadról olyat, hogy hazamegyek, és valami más látok a tükörön, mert ezt hallottam. Ha ilyen könnyű lenne te, mint a régek, meghallottak egy szót, és megvilágosodtak. Na, kinek van kérdése? Mit nem hallottatok ma este, amit szerettetek volna? Én azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet azt meghallani, hogy a másik, másnak mire van szüksége? Ssss! Mit hallasz most? Mennek az autók. És még? Hogy? Ott a madár. Így. Tovább? Köszönöm. Édesapámmal beszélgettük, és hallottam a szavait, de nem szépen reagáltam rá, és csak utólag realizáltam, hogy valami egészen mást akart velem közölni, de nem tudtam, hogy mit, és hogy hibáztam egy jó nagyot, és elvesztegettem egy lehetőséget, hogy kapcsolódjak vele. Egyrészt a családi karma miatt ez azért újra adódik ez a lehetőség. Az előző demonstráció, hölgyeim és uraim, aki esetleg az M-módszerekkel így még nem kötött közelebbi ismerettséget, az, hogy tessék szíves a saját elméd, csitta, belső zaját null pont felé csökkenteni. Amikor te tényleg nem gondolkodsz, nem beszélsz, nem tételezed a saját énségedet, akkor meghallod a térben, hogy mi van, most olvastam föl. Hát azért Patanjali is elég keményen oda tesz ennek. Meghallod a másik lény hangját, megérzed a rezdülését, azt a fajta frekvenciát, amit akkor is kibocsát, hogyha semmit nem csinál. A tudattalany az úgy se nyugszik, ugye? Tehát, amikor erről van szó, akkor egy, csökkentsd a saját elmédnek a zaját, ettől a reaktív tudatod is nyugszik. Nem fogsz apára, hogy rögtön.
ugrani. Ez azért jó gyakorlat, mert egy párkapcsolatban ez napi szinten megtörténik. Ezt annyira szeretem, hogy megszólalnék, és az öreg mesterét belül azt mondja, hogy open mouth, big mistake. És akkor a feleségem nyugodtan mondhatja. És végighallgatom. És ez olyan jó érzés, és aközben az összes ilyen reakcióm, amiatt folyik a halántékomon lefele, az elmegy úgy a süllyesztőbe, hogy mire végigér, addigra 100 féle reakció, már egy sincs belőle, és így nézek ki a fejembe, hogy most mit mondjak? És valami kedvest és szépet mondok neki, mert az összes többi az nem volt az. Tehát ilyenkor a végighallgatás után a reaktív tudat egyszer csak úgy megnyugszik, és megnézed, hogy éppen abban a helyzetben és kapcsolatban mi a helyes, mi a korrekt. Azért nem ezt 8-7 ősvényt érdemes átnézni, kicsikét most átsiklottunk fele, de tényleg maximális rajongás és tisztelet a Patanjali Yoga szutráknak, mert azért olyan szellemi mélység és magasság van bennük, hogy azért az nem utolsó. Tehát ezt nagyon. Visszatérve a családi kapcsolatra, tessék megnézni, az adott helyzetben, az adott kapcsolatban mi a helyes beszéd. És kész. Ez a kettő kell, amit az előbb elmondtam. Sir. Hát csak annyi, hogy ebben a történetben elég, ha te megcsinálod a magadét odaadással, mert gyakorlatilag nem biztos, hogy mindent, amit elképzelsz, azt át tudod vinni, át tudod adni azt az üzenetet a másiknak, mert az, hogy te a szívedből adod, az nem azt jelenti, hogy a vevő át tudja venni. Ezt néha el kell fogadni. El kell fogadni, hogy te ki vagy nyitva, szívedből mondod, és itt jöttek ezek a minták, hogy tudom, hogy erre azt fogom mondani, ezért meg se kérdezem, ezért inkább csendben maradok, és ehhez hasonló a belső viták, és mivel gyakorlatilag te nem akarod az apukádat megmenteni, hanem szereted és szeretnél egy jó kapcsolatot vele, még lehet próbálkozni egy párszor azzal, hogy ezt a nekem se nagyon menő, odaadó figyeléssel, nagyon kedves kérdezéssel, és nagyon sokszor csendbe maradással, amikor nem akarod elmondani azt, hogy ő mit akar mondani, talán többet szedsz ki vele, de annyi kapufának mentem ebbe az életbe neki, hogy süketek párbeszédét éltem meg, meg élem ma is meg, mert egyszerűen nincs reakció, akárhonnan próbálok bemenni a kapun, mert le akar zárni a másik tudattalanul, és ezt ne felejts el az egész csapat, hogy mi itt a tudatunknak a 10 vagy 5%-ával, amit tudatosnak nevezünk, próbálunk intézkedni, miközben a kitakarítandó 90%, amit tudat alattinak neveznek, az viszi az egész lényünket, mint valami nagy tankerhajó, akkora tehetetlensége van, és ezzel veszekszel össze mindenféle ember, hogy már 100-szor megmondtam, hogy normális leszek hozzá. Létrejön a helyzet, és zsigerből elkezdesz megint üzelni. És itt csak annyit így a lábjegyzetként örömmel halván és erősítvén a nézőpontot, hogy a nyugati pszichológiának ez az 5% versus 95, néha 10-et is hal, az ezt felejtsük el gyorsan, annyi lennél tudatosan, hát ezt azért csak ne. Ebben az 5%-ban és a 95-ben csak ez az avatár szerepel, aki most néz ki a fejedből. És hogyha így paradigmabontóan a korábbi inkarnációk tudattalan azonosult tartalmait is, amely az álaja vidzsnánában, mint tárháztudat, elég erősen benne van, ha ezeket is hozzászámolod, ez az 5% olyan töredékre csökken, hogy alig mutatható ki, nincs ez a 10-es pont, amelyik akkorát köszönne. Tehát, hogyha korábbi inkarnációt, késztetéseit, ahogy a szumszánszaim szoktam mondani, a hátsó ülésen ülő utas, beszél a füledbe, de nem látod. De ott van a tudattalamban, csak tolja fölfelé a tudatküszöb fölé az impulzusokat. Indria? Valami ilyesmi? Hát azok az érzékszervek. Na, hát a felé, tehát az érzékszervek felé tolja, hogy most egyed ezt, most halljad azt, most csináljad ezt, most tapintsad azt.
Ugye? Tehát az indriák a portok, azok a kimenetek. És belül jönnek azok a késztetések, amelyek nem csak ezen életben voltak a tieid. Lehet, hogy több életen keresztül hasonló mintázatokat követtél. És amit te levetettél magadról, mert megszűnt az azonosulásod, illetve beépítettél magadba, hogy ez most én vagyok, na az mind ott van. Ennek tükrében ez az 5% annyira nagyvonalú, olyan optimista, hogy egy kicsikét jobban belenézel, az nincs is. Lehet, hogy egy, vagy fél, vagy negyed. Egy nagyon rossz napodon töredék tized, amikor már tényleg el voltál borulva, és minden is voltál, csak nem ember, ugye? Tehát ezért kell ezt a tudatosságot úgy művelni, hogy a tudat küszöböd kellően szilárd, de átjárható legyen. Miért? Nem fogod a karmád 100%-át tudatosítani, se idő, se szükség nincs rá, fogd föl. Nem az van, hogy az összes dinoszauruszt látni fogod belül. Ugye? Nincs rá idő, nincs rá tér. Mi történik? Hogyha tényleg jól működsz, akkor úgy működsz, mint egy malomkerék, ahol a víz az fölül van. Tehát a felső 5%-át a keréknek viszi a víz. Egy olyan patakot képzelj el, ami fejjel lefelé van, és viszi a kereket. Alul van a tudattalan rész, és a víz, az az érzékszervi világ, ami viszi szépen. És a tudattalanból pont az jön föl, amit az érzékszervi késztetés fölhoz. És utána pedig tudsz felejteni, és a csittából szépen lemegy az álaja vicsnánába, tehát a hatos, ugye, rövid távú memóriájából visszamegy a hosszú távú nyolcasba, a nyolcadik tudatrész zeniránytű. És innentől kezdve a tudatos és a tudattalan szépen fordul, mint a kerék. Ez a karma kereke. Ha a tudatküszöböd teljesen nyitott, túl sok minden jön föl alulról, és tönkre teszi a kereket. Nem tud rendesen csatlakozni ez a vízfolyáshoz. Hogyha semmi nem jön föl, akkor meg üresben jár, akkor meg az a baj. Tehát minden embernek van egy önvédelmi mechanizmusa, ugye? Az önvédelem az annak az önképnek a védelme, aki te vagy, és ez a tudat előzetesben ott van. Viszont, hogyha ezt megfelelően letisztítod, és önkép mentessé teszed, pontosan arra fogsz emlékezni, amire kell, amire nem kell emlékezned, arra nem fogsz. Pontosan olyan megkülönböztetéseket teszel, mint kell, de ítéletalkotásba nem mész bele. Pontosan annyit gondolkodsz, amennyit kell, de üresben nem jár a gondolat, mert előbb-utóbb elkezdesz magadban beszélni, és a következő lépést nem is mondom, az már tényleg ciki, tehát azt nem. Tehát a tudatos és a tudattalan határa, hogyha egy jól áteresztő felülethez hasonlít, akkor benne vannak azok a természetes szűrő mechanizmusok, amiről azt szoktuk mondani, hogy helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselekvés. Na ezt most ennek a szellemében, ezt a választ abba hagytam. Következő kérdés. Tessék. Igen, na pont ennek a tudattalatti körforgásban mindig gondolkodtam, hogy mit jelent ez világszinten, hogy egyre több ember születik, ugye, megduplázódok, 8 milliárd állatok halnak ki, hogy ez így mit jelent a karma körforgásában? Hát a létszámmal szerintem menjünk oda-vissza, az segít legtöbbet rajtunk, hogy gyakorlatilag, amit kint látunk magunk körül, az nem más, mint a belsőnk tükörképe. Vagy azzal foglalkozó, hogy az egész világot és a karmádat analizálni akarod, pár élet rá fog menni, vagy pedig azt mondod, hogy ez, amit én kint látok, ez nekem most nem tetszik, és változtatni akarok rajta. Nyilvánvalóan nem fogod leváltani az elnököket különböző helyeken. De! Egyetlen... Száj! Bocsánat. Egyetlen egy lehetőséged van, önmagadat változtatod meg, és pont itt van kinyitva ez a szutra, ami pont a harmadik fejezet 18-as szutrája ma már egyszer előfordult, azt mondja, a benyomások feltárásával az ember szert tesz előző életeinek ismeretére. Tehát
két lehetőséged van. Vagy az egész életedet logikusan, racionálisan kint töltöd el a külvilágba harcolva, tapasztalatokat gyűjtve, sebeket gyűjtve és jutalmakat gyűjtve. Ez az egyik út, ez is út. A másik út viszont az, hogy magadat változtatod, és azáltal változik a külvilágod is, mert minden pillanatban a külvilág, a te benső tükörképe azon a létra szinten, amin mész. Tehát maga akár anyagi jövedelemben is. Most aggódsz, miközben szép... Nem, bocsánat! Nem azért kérdeztem. Akkor várjál, mondd el, hogy miért kérdeztem. Csak így soha nem értettem ezt, így olvasva nagyon sokat, nagyon érdekel a buddhizmus, mindenféle buddhizmus, és ezt soha nem értettem, hogy ezt így hogyan lehet, hogy ezt így megmagyarázza egyáltalán az irodalom, bármelyik buddhista irodalom, és így nem, erre lettem volna kíváncsi, hogy megoldani tudom, hogy nem tudom, nem szenvedek ettől, csak kíváncsi lennék, hogy így, mert változik a világ ahhoz képest, hogy 500 évvel milyen volt, és hogy ez a lelkek, ahogyan újra reinkarnálódnak, hogy ez így hogyan változunk, jó irányba haladunk, nem számít. Hát, nem ilyen, számít, ne felejtsd de, hogy el, ilyen, hogy van négy júga. A négy júgából a negyedik júga, az úgynevezett vaskor, az egy rövid 432 000 évig tartó időszak. Ebből 5000 év telt el, és ennek a korszaknak az a jellemzője, ezt vaskornak is hívják, vagy az emberiség legsötétebb korszakának, és mi mindnyájan azért vagyunk itt ebben a vaskorban, hogy nekünk a fejlődés a célunk, és nagyon sok léleknek ez a korszak ad lehetőséget legjobban arra, hogy előrébb tudjon lépni, és ennek a korszaknak a legkeményebb része az az, hogy mind a 8 milliárd ember boldog akar lenni, indítatva, mind a 8 milliárd ember kívül keresi, mind a 8 milliárd ember nem találja kívül, és senkinek nem jut eszébe, kivéve a jelenlévőket és nagyon sok értékes embert, hogy amit keresel, ott kint soha nem fogod megtalálni, mert benned van. De minél jobban haladunk most előre az időben, annál nehezebb körülményeket kell megélnünk, annál keményebb a megtapasztalásunk, és ráadásul még rá is játszunk erre. Rájátszunk arra, hogyha például egy kicsit korábban éltél volna, mondjuk 1950-ben, akkor élhettél volna Spiti királyságban, a kis buddhista királyság a Himalájában, vagy Kinnaurban, 5000 méter magas hegyek vesznek körül, nincs rádió, nincs televízió, és így tovább hírközlő eszközök, nincs mobiltelefon, aki októberben nem megy el, az már nem tud a hágon átjutni, mert olyan vastag a hó, és ő abba az egész univerzumot neki az a völgy jelenti. És most mi van? Otthon lehetnék, szerethetnék mindenkit, boldog lehetni, nincs itt semmi probléma. De mégis ott van mögöttem, behozzák, itt így lőnek, ott úgy lőnek, azonosulok vele, és gyakorlatilag miközben tök jól élhetnék, teli vagyok panasz, hogy az egész világ egy sátáni hely. Csatlakozván, csak ugye nem látszik, de egy három generációs családban nőttem föl, és a nagyapám 1893-ban született. 12 éves koromig annyit tanított szavakkal, tettekkel, jelenléttel, szeretettel, hogy egyszerűen leírhatatlan. Úgyhogy visszagondolva, az az erő, ami benne volt, az egy 130 évvel ezelőtti inkarnációnak az ereje. Tehát az, hogy géplakatosként négy gyereket fölnevelt, ebből három egyetemre ment, az első fiú csak azért nem, mert a családot kellett fönntartani, ez a mai szemléletben ez nincs meg.
Azért hozom ezt a példát, hogy lásd azt, hogy rajtad múlik, hogy te a mennyiségbe mész bele, hogy a 8 milliárdból egy vagy, vagy pedig a minőséget szeretnéd magadban emelni, és egy teljesen más úton tudsz haladni, mint a többség. És nekem az a meglátásom, hogy ez az egésszel, amit csináltam eddig, személyesen a nagyapámnak az erejét még nem értem el. Ő még mindig erősebb, mint én. Még mindig többet tett, még mindig nagyobbat rakott le az asztalra, hogy hóban, fagyban egy cseppel biciklin, ő néha 20-30 kilométereket ment a szerszámos ládával, és ilyen tonnányi dízelgenerátorokat javított, hogy az olajkutaknál legyen fény, legyen hő, legyen meghajtás. Ez nem olyan dízelgenerátor, mint amit itt húzol magad után kézikocsival. Több tonnás dolgokról volt szó, több száz kilós alkatrészekről volt szó. És ezt zokszó nélkül megcsinálta, az övé volt az első tekerentyűs telefon perekből szörményben, az ágya fölött oda volt rakva, nyin-nyin-nyin, valaki azt ott megrecsentett, és igen, igen, megyek, megcsinálta. Hol van most annyi alázat bennünk, hol van most annyi szerénység, munkabírás bennünk, hogy egy ilyen életmódot el tudjunk vállalni? Két háború közöttről volt szó. És azt mondta apáméknak, négyen voltak testvérek, hogy fiaim, ebből az egyik lány volt, de túltett a másik három fiút, tehát fiaim, vagyont nem hagyhatok rátok, de tanítatlak benneteket. És megtette. Ezt csak azért mondom, mert az öreg két világháborút túlélt, az elsőben két csatahajót lőttek ki alóla, és nem panaszkodott. Az orosz front úgy ment át rajtuk többször, hogy családi tragédia lett belőle, amit most nem részletezek, és az öreg nem panaszkodott. Soha. Tette a dolgát. És mindenféle tan nélkül tudta azt, hogy ő ide született, fölnőtt, neki ez a családi helyzete, ebből ilyen teendők következnek. Tehát nem ismerte föl rosszul soha az életét. Igen, a halála előtt félt, emlékszem, trombózisa volt, sírt, érezte, hogy menni fog, és ment is. De az a tudati erő, az az akarat, az az egyszerűség, az a mostani generációban nagy rész nincs meg. Ezt meg kell szerezni újra, és lehet. Csak nekünk már azért kell egyéb szellemiség, és le kell menni az alapokig, mert a mostani tendenciák, a mostani látszatvilág annyira más irányba visz, és annyira szétszórja az elmét, annyira legyengíti az akaratot, hogy te ezt magadnak már most, hogy ezt hallottad, nem engedheted meg. Nem. Ennél többek vagyunk, ennél jobbra vagyunk hivatottak, ennél egy világosabb, egyenesebb utat tudunk járni, mint ami most van, csak úgy elérhetően Enter gombbal. Ezért kell keresni, találni, meghajolni az út előtt, és járni rajta. És nehogy azt hitt, hogy valamilyen nagy célt el fogsz érni, csak ez a látszat én, ez el fog kopni. Amit hiszel magadról, az le fog menni rólad. És akkor valami erősebb, egyszerűbb, tisztább, önzetlenebb lesz az eredmény, ha jól csinálod. Ja? Nagyon dobog a szívem picit. Tied is? Te annyira az én is. Ez azt jelenti, hogy életben vagy, humán testben. Igen. Figyeled? Igen. És most már oszlik a feszültség. Na mondja. Nekem apukámmal nagyon nincsen jó kapcsolatom, együtt élünk egyébként, és minden nap úgy érzem, hogy nem vagyok elég jó, már kiskorom óta bármit csinálok, az nem elég jó neki, és már olyan szintre fajult a kapcsolatunk, hogy megkérte anyukámat, hogy hogyha bármit szeretnék mondani neki, azt először anyukámnak mondjam, és ő majd átadja, és együtt élünk egy házban, és semmilyen kommunikáció nincsen köztünk. Egyébként ő is benne van a spiritualitásban, és hallgat is titeket, és nagyon sokszor próbálok felé nyitni, és például ma történt ez reggel, hogy mondtam neki, hogy menjünk, jöjjünk el ide együtt, vagy talán így építsünk bármilyen kapcsolatot, és mondta, hogy nem, ő majd egyedül fog eljönni, és nem velem. És nem tudom, mit csináljak, mert nagyon nyomaszt ez a feszültség otthon, már nagyon kisgyerekkorom óta nagyon sokat veszekedtünk egymással, és nagyon-nagyon nehéz, és minden nap nehéz egy légtérben lenni vele, úgyhogy
ilyen viszonyunk van, és tényleg próbálok felé nyitni, de nem megy. Kell egy kis cigarettaszünet. Szokott lenni. Szépen szedd össze a batyudat, költözzel egy picikét, mondd el, hogy mennyire szereted, mert addig ez nem fog megváltozni. Még tehetsz egy-két kísérletet arra, hogy megpróbálod másképpen megközelíteni az egészet. Az a helyzet, hogy saját tapasztalatomból beszélek. Nekem is vannak gyerekeim, nekem is vannak problémáim velük. Valószínűleg az apák általában elég szörnyűek, saját magam is az vagyok. Maximalisták a gyerekeikkel, és olyan irreális elvárásaik vannak benne, hogy az ő gyereke az csak tökéletes lehet. És valószínűleg el kellene indulni egy olyan beszélgetésen egyszer, még mielőtt ezt megléped, ahol elmész addig a határig, hogy te feladod magad abban az értelemben, hogy szeretnélek, apa, megérteni, szeretném azt, hogy mi játszódik benned, miközben én jó akarok lenni, és meg akarok felelni, nem vagyok Isten, megvannak a saját korlátaim és képességeim, segíts hozzá, hogy mi az a baj, ami miatt te nem tudsz elfogadni, miért nem tudod belátni, hogy a te lányod egy helyes, aranyos lány, de gyarló, vannak gyengeségei, és miért nem tudod ezt a gyereket a gyengeségeivel együtt elfogadni. Engedd meg, hogy esendő legyek, apa, de nem tudom még a 100%-ot megtenni. Ezt mindenképpen meg lehet csinálni, és utána nincs más, felmorzsoljátok magatokat, ott vagy a szemedből látom, hogy mindjárt elsírod magad, mert fáj benned az, hogy te szereted ezt az embert, és nincs fizikai képességed a hangodon keresztül, hogy kifejezhesd azt, hogy szereted, engedjék meg, hogy olyan legyél, amilyen bírsz. Nem tudom, hogy ez válasz-e. Ha egy picit távol vagytok, és látja, hogy te boldog vagy, vagy bocsánat, látja, hogy te életképes vagy, akkor elkezd hiányozni a jóságod. Mert megkérdezte a kislányt, a kislányát a király, hogy hogyan szeretsz te engem, kislányom? Azt mondja, úgy, mint a sót. Azt mondja az apja, hess, milyen gyerek vagy te. Hát akkor próbáljuk ki, hogy milyen lesz egy hét só nélkül. És utána az apa, mikor nem kapott egy király egy darabig sót, akkor megértette, hogy milyen az. Szerintem ez egy jó út lehet, hogy nem vagy kész rá, de akkor kezd a másikkal. Mit gondolsz erről? Nem vagyok még 18, úgyhogy ez még nem opció, hogy elköltözzek, de egyébként próbálom tartani a távolságot. Már... A szeretetteli távolságot. Tehát a szeretetteli távolságot. Levelet mikor írtál neki? Sokszor. Régen. Sokszor. Mit szólnál hozzá, írnál megint egyet? Hát, ha akkor jobban összeszedettebben próbálnád ugyanezeket a gondolatokat átadni neki, hogy biztosítatod, amit még egyszer mondok, szereted, tiszteled, elfogadod, és kéred, hogy engedje meg, hogy ne kelljen többnek lenni, mint aminek bírsz ma. Az apád lelkében van egy sötét volt. Hogy ez bűntudat-e, vagy csak szégyen, ezt nem tudjuk. De nem mert téged vállalni, és ezért háromszöggel anyád felé. És adott pillanatban meg kell tudni kérdezni, hogy ha ez a nagyon szerény, alázatos és alkalmazkodó közelítés esetleg nem működik, amit omkárától hallottál, apám, mit szégyelsz rajta? Miért nem mersz beszélni velem? Miért nem mersz a szemembe nézni?
esetleg van benned valami, ami egy falat húz közéd és közém? És hogyha ez van, akkor kérnek, hogy bontsa le, mert nem te építetted, hanem ő. Jó? Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Köszönöm. Én ez a, mit mondtál, hogy a nagypapád, nem tudom, hogy ilyen csatahajó szerencsétlenséget is túlélt. Viribus Unitis és Szent István mind a kettő torpedózták. Az én édapám is a Szent István csatahajón szolgált, és pont ez ébresztett bennem egy gondolatot, hogy ott az emberek nagy része, amikor elsüllyesztették azt a hajót, tehát több mint 90%-a túlélte. Mert kötelező volt úszniuk tudni, amikor ott elkezdtek szolgálni azon a hajón. És a kikötőben voltak gyakorlatilag. És nem kellett sokat. És hát azért egy picit messze volt kiúszni, de igen. És hogy igazából én pont erre gondoltam, hogy én az egyik oka, amiért így keresek, az, hogy én szinte állandóan félek. És hogy akik ott voltak, azok igazából tudták, hogyha bármi történik, akkor ki tudnak úszni. És én valahogy ezt keresem, hogy én nem szeretném, szóval, hogy el szeretnék jutni arra a szintre, amikor tudom, hogy ha szükségem lesz rá, akkor fogok tudni úszni. Elsüllyedt a hajód? Mindig úgy érzem, hogy így hát nekem ilyen sok süllyed a hajom van, tehát igazából meg önbizalom. Hol van az önbizalmad? Hát valami tenger alatt jár. Nem váltunk járművet, nem fair. Hajó. Nincs önbizalmad, kiverted a hajó fenekét. És nem mered kiszivattyúzni a vizet. Mi a dolgod ebben az életben? Mondd el. Nem tudom. És mivel nem tudod, hogy mi a dolgod, ezért egy olyan hajóhoz hasonlítasz, aminek a vitorlájában nincs szél, és a kormányos ott áll, nincs hajtás, nincs haladás. Éled az életedet, mert élni kell. De ha nem tudod, hogy mi a dolgod, akkor később, amikor visszatekintesz, és márról már volt szó, hiába valónak fogod látni azt, amit csináltál. Ennél rosszabb nincs. Hogy nem tudod integrálni a karmádat valami nagyobb egészbe, és nem úgy érzed, hogy az utat járod, hanem hogy cikcakkozol jobbra-balra. És amikor nem tudod, hogy miért vagy itt, és miért születtél ide, és miért vetted fel ezt a testet, és miért azok a szülők a szüleid, miért az apád, és az anyád, akkor a céltalanság az egy ilyen süllyedő érzéssel párosul. Találd meg, hogy mi a dolgod, és csináld. És ne nézz jobbra és balra. Ha így teszel, akkor elmúlik a félelem. Megjön az önbizalom, és nem érzed azt, hogy valahonnan ki kell úszni. Miért? Ebből a létóceánból nincs másik part. Egyik part sincs. Út sincs. De menedék az van. És hogyha ez a pillanat tiszt, akkor a járműved mindig a vízfelszín fölött van. Igen, nagyon sok mindent hallasz a tamban. Az az út, hogy A városból, B városba, a szamszárából, nirvánába, igen, kezdőknek tanítjuk. De utána azt, hogy a tudatod ne mozduljon, hogy tisztán lásson, hogy lássa meg a helyzetet, a kapcsolatot és a teendőjét, hogy mi a dolgod, az már nem út, az már mozdulatlan, ebben a pillanatban van. Nincs mitől félned. Ezt még nem hiszed el. Ha erősebb és tisztább a tudatod, akkor pontosan úgy látja a világot, ahogy van. Valójában a saját illúzióinktól félünk. A saját téveszménk a legnagyobb fegyver ellenünk. A saját megoldatlan karmánk a legnagyobb teher. És hogyha te tudod, hogy van Buddha természeted, hogyha a felébredésre képes vagy, akkor mindezzel a karmával te nem vagy azonos. Mindez nem te vagy, csak beletetted a hátizsákodba. És igen, a hasonlat kedvéért legyen túlsó part, legyen ennek egyszer vége. Igen, csak az a kezdetet is látni kell.
hogy te raktad az izsákodba azt a sok-sok karmát, magadra szíjaztad, és azt mondtad, hogy ez én vagyok. És a meditációval semmi más nem történik, elkezded kirakni ezeket a köveket a szenvedés folyójába, és ezek lépőkövekké lesznek. És nincs túlsó part, csak egyszer az utolsó kő belekerül az óceánba. És a következő lépés már az a túlsó part, ami eredetileg nincs. Ez rajtad múlik. Ez mindenkinek máshol van. Tehát amikor az utolsó hamis azonosulás megszűnik, az egyévvállás bekövetkezik, és a vízcsepp visszatér az óceánba, akkor a hajód elsüllyeszthetetlen. Testet váltasz, de utat nem. Jó? Okay. Van egy jogikus megközelítés is, itt van a szutrákban. A nagy komplex képet Csongan Szunim felvázolta eléd. A jogikus válasz az az, először is a félelmeinknek a gyökere a halálfélelemben rejlik. A második az, hogy a félelmeinknek 80%-a képzelt félelem, tehát nem valós félelem. A harmadik pedig a félelemtől való megszabadulásnak az egyszerű mechanikus technikája, mivel a globális képet már Csong elmondta, Csongan Szunim. Ezt úgy hívják a jogában, hogy pratipaksa bhavana. Ha van valami, ami visszatérően nyomaszt engem, most legyen ez a félelem, mi a félelemnek az ellentéte? A bátorság. Tehát innentől kezdve, bármelyik pillanatban odabújik hozzád a félelem, akkor bátor vagyok, bátor vagyok. Miért alkalmazza a pszichológia megerősítéseket? Azért, mert az ősi Indiában is ott voltak a megerősítések. És ha minden reggel előveszel egy darab papírt a tükrödre is oda teszed, bátor és legyőzhetetlen vagyok, rögtön egy másik személyiségé válsz, és abban a pillanatban, amikor a bátorság vájata a fejedben mélyebb lesz, mint a félelem vájata, akkor győztél. És példaképpé válsz másoknak, akik még láttak félőnek. Mi volt Sung San Zen mester tanítása, illetve tanításai a babát vállaló és családos gyakorlóknak, illetve nektek milyen praktikáitok vannak ezzel kapcsolatban? Pont most szerkesztjük a Fénypontok című könyvet, 365 idézet az összes tanításból, és nemrég a korrektúra közben olvastam, hogy nem számít, hogy szerzetes leszel-e vagy sem. Az számít, hogy mennyit gyakorolsz. Az számít, hogy mennyire tiszta a tudatod, mennyire erős a tükröd, ez a center. És a gyakorlatnak valamilyen formáját követni kell ahhoz, hogy mindig helyesen ismert fel a helyzetet, kapcsolatot és működj együtt. Ami az ő univerzális tanításán alapuló tapasztalat az az, hogy egy intim kapcsolatban a karmád az ezerszer közelebbről és jobban látszik, mint ilyen tisztes távolságban. Tehát nagyon sokáig, hogyha te így vérszerinti kapcsolatot nem építesz ki, vagy nem élsz családi környezetben, te hogy megmaradsz a magad pszichéjének a lassú, természetes, sokkal kevesebb konfliktust generáló evolúciójában. Ez az evolúció, ez nem rossz és nem jó, csak el lehet benne aludni. Hogyha túl lassú, ha túl háborítatlan, hogyha nem vagy így kihívásnak ítéve. Az endben az alapvető szellemi kihívás ez a koan gyakorlat, amikor tényleg közelülsz a kérdéshez a tanító személyében, és ez a spontán upanisad, hogy nagyon közelülsz, az nem engedi, hogy elmenekülj a kérdés elől, mert azért ültél oda, hogy azt hallgasd. És a kérdés tükrében az összes megoldatlan karmád kiderül az interjú szobában. Most egy családi ház az több interjú szobával bír, maradjunk a nappalival. És hogyha nappaliban levő beszélgetéseket nézed, akkor is ez egy nagyon komoly szembenülés a feleségeddel, a gyermekeiddel, ahol minden karma kijön. És amikor ezt a karmát fel kell dolgozni,
akkor szintén ugyanarra a tiszta, tükörszerű tudatra van szükség, amelyben nincs fix önkép. Van egy avatár, amelyik mondjuk férként, apaként tud működni. De azt nézed, hogy tényleg hogyan segítheted abban a pillanatban a családodat egy felébredettebb, boldogabb, világosabb állapot felé. Mihelyt ezt te belül megfogadod, mint igazi bodhisattva férj vagy apa, az összes akadály megjelenik. Az első tévképzet az, hogy azt hiszed, hogy ez a feleségedben vagy a gyerekeidben van. Úgyhogy, hogy ezek nem értenek engem, vagy nem hallgatnak meg, vagy mindig mást mondanak, vagy félbeszakítanak, vagy minden. Nem, ez mind a te feldolgozatlan párkapcsolati és családi karmád. Úgy, ahogy van, az összes. Tehát világos, hogy amit Sung Sanzen mester tanított, az érvényes a karma mind a négy nagy osztályára, hogy egyéni, páros, család és csoportos karma. És a csoportos ez a nem vér szerinti, hanem egyesség szerinti kötődés is. Oké? Okay? Úgyhogy tiszta tudat, rendes ház, akárhova mész. De ha nem, akármilyen karmád van, az rád fog égni. Tehát a hamis azonosulás, az elgyengült, téveszméktől sújtott tudat, az úgy viszi a karmáját, mint hogyha állandóan valami holttestet vonszolnál magad mögött. És éppen ezért a megszabadulás útja ugyanaz, csak az életforma más. Mások segítése ugyanaz, csak a környezet más. És én úgy javasolnám mindenkinek, hogyha valaki már úgy érzi, hogy nagyon otthon van az egyikben, látogasson át a másikba. Igazi kezdőhelyzet. Bónusz, a korábbi önképedet nem viheted magaddal. Senki nem kíváncsi rá.